Köszöntöm a Bonyhádi Napló nézőit! Tolna és Baranya megyei zeneiskolák diákjai vettek részt a 23. Bonyhádi regionális szolfés versenyen. A találkozó kiemelkedő abból a szempontból, hogy hasonló megmérettetést egyáltalán nem rendeznek a dél-dunántúli régióban. Első korcsoportnál ugye szerepel ugyan bővített, megszűkített hangköz, de ott annyit kell tudniuk, hogy durmol vagy más, tehát hogy egyéb. Akkor memorizálandó dallamfordulatot, azt ugye zongorán úgy ötször eljátsszuk, utána kétszer közösen elénekeltetjük lalázva, és utána írják le. Az utolsó egyeztetés zajlik a 23. most már regionálisnak is mondható szolfés verseny zsűrűjében. Az éveken át megyei szintű viadalra idén Pécsről és Mohácsról is érkeztek versenyzők. Összesen 20-an mérték összetudásukat. A bonyhádi verseny azért is jelentős, mert hasonló típusú versenyek szinte teljesen hiányoznak a palettáról, pedig, mondják a szakemberek, a muzikalitás kiteljesítéséhez elengedhetetlen a szolfés. Még ha alkotta ismerete nem feltétlenül jelenti, hogy valaki kiemelkedő zenész lesz. Miközben fordítva megállja helyét a tétel. Nem kell ahhoz kotta olvasás tudományában elmélyedni, hogy valaki kiemelkedő zenésszé váljon. Én már a 23. alkalommal rendezzük meg ezt a szolfés versenyt itt Bonyhádon, és mind a 23-szor György István volt a zsűri, aki egy nagyon nagy név a szakmában, a szolfés és összhangzattan tudományában nagyon, nagyon magas színvonalat képvisel. Pécsen tanít az egyetemen is, és a szakközépiskolában is, tehát ezért is ez egy nívós verseny. Többek között. Másrészt azért érdekes a szolfés verseny, mert hangszeres találkozók, mert hangszeres versenyek azok is nagyon-nagyon népszerűek. A szolfés az kevésbé népszerű, tehát ez ilyen mumus tantárgya a zeneiskolában. Tehát aki már szolfés versenyre jön, az már eleve egy nagyon, egy kuriózum, az a gyerek, aki szolfés, szereti a szolfést, és nagyon magas szinten űzi, az nagyon-nagyon jó dolog a zenében. Tehát akik itt vannak, ez a 20 gyerek, aki ide jelentkezett, ők hát nagyon ügyesek biztos a hangszerükben is. Persze attól, hogy valaki kiemelkedő egy kuriozitásban, még nem feltétlenül jelenti, hogy ezt választja élethivatásnak. Viszont a zenei fejlesztés pozitívan hat az egyéb tananyagok elsajátításához. Aki zenében jó, az másban is jó, és hát ugye több kutatás is igazolja, hogy a zene az nagyon sok mindenben segít, a matematikától kezdve a nyelveken keresztül, a testnevelésben is igazából mindenben. Tehát aki zenét tanul, az másban is jobb lesz. Vannak olyan profi zenészek, akik szolfésban nem jók. Sőt, van olyan is, aki nem tud kottát olvasni. De én azt mondom, hogy ha igazán jó zenész szeretne lenni valaki, akkor az elméleti alapok nélkül azt nem lehet igazán jól csinálni. Szőcs Ármin a Bonyhádi Zeneiskola tanulója. Ő muzsikusnak készül, a Bartók Béla Zeneművészeti Középiskola felé kacsingat. Azt tartja, meg lehet találni el száraznak és unalmasnak mondott szolfésban is mindazt, ami érdekes. Persze a zenét jobban szeretem, tehát a cselló tanulást, meg a zenetanulást, de úgy annyira nem veszem így kötelező szenvedésnek, mert úgy annyira nem rossz, de meg lennék nélküle is. Akkor is lehet szeretni, hogyha rossz tanár van, akkor is, hogyha jó, de az mindenképpen egy jó szempont, hogyha a tanár az jó. Jó zenész mindenképpen lehet valaki, viszont a szolfés az mindenben nagyon sokat segít, akár egy kotta olvasásban, vagy akár mondjuk, hogyha egy hangot kell leütni a zongorán, akkor tudja, hogy milyen durhármas hangzat, vagy hogy kell leütni egy, nem tudom, egy ádúrt, vagy valamit. Szóval mindenképpen egy előny, de lehet jó zenésznek lenni enélkül is. Hogyha jó a társaság, akivel együtt tanulhat szolfést, meg hogyha jó a tanár, akkor persze, akkor ebből lehet élvezetet csinálni. A bonyhádi versenyen két fordulóban és öt korcsoportban mutatták meg tudásukat a gyerekek. A verseny abszolút győztese az a Lozsányi Julianna lett, aki tavaly is átélhette a győzelem örömét. A szexádi kislánya közeljövőben az országos versenyen mutathatja meg tudását.
Zeneirodalmi vetélkedőt tartottak a Bonyhádi Általános Iskola Bartók Béla Művészeti Tagintézményében. A versenynek több mint 20 éves hagyománya van. A vetélkedőt a 95 éves Varga Károly zenetörténész vezette, aki szerint zenét csak élményszerűen lehet tanítani. A dal címét a megzenésített vers német szerzőjét kellett kitalálniuk, a szolfés csoportokból verbúválódott 7-9 fős csapatoknak az egyik feladat során, akik a Bonyhádi zenetörténeti vetélkedőn vettek részt. A csapatok egy-egy zenetörténeti kor zeneszerzőiről kvízjátékszerűen mérték össze tudásukat. Köztük volt a zenével 12 éve foglalkozó Cárt Csenge Zsófia, aki nem csak zongorázni tanul és szolfésra jár, hanem a zeneelméletben is elmélyed. Azt mondja, erre a versenyre is alaposan felkészült a hármas csapat minden tagja. Zoli bácsival, Kolozsvári Zoltánnal órán is készültünk. Kaptunk internetes segédanyagot otthon, amit át tudtunk nézni egyedül. Számos zenét meghallgattunk órán, átismételtünk mindent, úgyhogy nagyon jól felkészültünk szerintem. Vannak könnyebb és nehezebb kérdések, azért bele kell ásni magunkat a zenetörténeti korszakokba, hogy meg tudjuk válaszolni ezeket, de nem teljesíthetetlen a feladat. 6 fős csapatokban dolgozunk ma, mi jó részt nagyobbak vagyunk, a gimnáziumban az iskolatársaimmal, de vannak az általános iskolában is a többiek, úgyhogy jól tudunk együtt dolgozni. Számomra fontos, hogy megismerjük ezeket a korszakokat, és a verseny nagy segítség ebben, így nem egyedül kell kidolgoznom a témákat, hanem a többiekkel együtt, szórakoztató formában. A Bonyhádi iskolában hosszú évek óta hagyomány, hogy megrendezik ezt a zenei vetélkedőt. 22 éve adunk mi helyet ennek a versenynek, a Varga Karcsi bácsival, és ez azért jó, mert nem csak a szokásos szolfés anyagot tanulják szolfés órán, hanem kicsit más dolgokat is tanulnak, zenetörténetben inkább benne vannak, meg egy ilyen vetélkedő arra is jó, hogy ismétlés is. Tehát megtanulják, és később is fel tudják idézni. Tehát teljesen más oldaláról közelítjük meg a zenét, mint mondjuk egy sima szolfés órán, tehát sokkal színesebb. A zenetörténeti verseny ötlete Varga Károly ismert zenetörténész fejéből pattant ki közel 60 évvel ezelőtt. Az ismert zenepedagógus korábban a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola Tanárképző Intézetének volt a vezető tanára, és a Fővárosi Zeneiskola szervezett tanszékvezetőjeként tevékenykedett. 25 évig a Magyar Televízióban, 45 éven keresztül pedig a Magyar Rádióban vezetett zenei műsorokat. Zeneakadémista koromban felfedeztem, hogy nem csak a tudományokkal kapcsolatosan, meg egyéb természeti jelenségekkel, meg mással kapcsolatosan lehet az élet megnyilvánulásaival kapcsolatosan lehet kérdéseket föltenni és fejtörő játékokat folytatni, hanem ezt a zenével is meg lehet tenni. És az nagyon könnyedén társult az én életvitelemhez, életvonalamhoz, hogy ezt mondjam, mert nekem zeneakadémista koromban már az volt az elképzelésem, hogy tanítani, zenét tanítani, az tulajdonképpen csak élményszerűen lehet. Tehát a zene tanítása az nem más, mint az élmény átadása. És az akkor fölhalmoz statisztikai adatsoroktól kezdve valóban átélt zenei emlékeket is. Varga Károlynak a Bonyhádi volt a 4899. versenye. Azt mondja, alig várja, hogy elérje az 5000. vetélkedőt, ami szerinte a zenei tanítás remek kiegészítési lehetősége, amivel elmélyíthetők a zenei ismeretek. A rádió sorozataimban is nagy vetélkedőket rendeztünk, mert az én elképzelésem szerint aztán úgy alakult ki, hogy legyenek zenei versenyek, nagyon ritkán, és csak azoknak, akik nagyon közel állnak a zenéhez, sőt, akik benne élnek a zenéhez, már fiatalkorban is, akár gyermekkorban is, és legyenek zenei vetélkedők, tehát komoly témájú és komoly keretek között megvalósított fejtörőjátékok, és legyenek zenei játékok, nagyrészt a kisebbeknek, de lehet ez akár a felnőtt fiatalok körében is. És így kialakult ez, és úgy láttam, hogy nagyon-nagyon érdemes. A versenyt a hármas csapat nyerte meg.
Bemutatkozott a nagyközönség előtt is Bükösdi Gábor, a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium szabadidejében festészettel foglalkozó tanára. Az impresszionista stílusjegyeket magánviselő csendéletek, portrék, életképek nagy sikert arattak, mind a szakma, mind a közönség képviselőinek soraiban, a művésztanár első tárlatán, ami a Bonyhádi Vörös Marti Mihály Városi Művelődési Házban tekinthető meg. Az amatőr képzőművészetet elárasztó kommersz világban valóban esztétikai élmény Bükösdi Gábor, a Bonyhádi Petőfi Sándor gimnázium tanárának első kiállítása. Impresszionista hatású kompozíciókból nyílt tárlat a Bonyhádi Vörös Marti Művelődési Házban. Aki már járt a Bonyhádi Petőfi Evangélikus Gimnáziumban, és találkozott a két éve Pécsről Bonyhádra érkező tanár képeivel, az kíváncsisággal várta Bükösdi Gábor első tárlatát, amelyre gimnáziumi tanítványa is szép számmal érkeztek. A hangszeres csendéleteit sűrű, időnként játékos kompozícióiról dali szürrealizmusa is feltelenk. Képei mégis önálló felváltást, egy-egy téma alapos kiérlelését, az intuitív helyet, az átgondolt alkotás munkáját sugározzák. Engem elsősorban a barokk festészeti nyelvezet érdekel, és azt próbálom tanulni. És portréfestő szerettem volna lenni mindig is, de azt nagyon körülményes dolog megszervezni, hogy modellt üljenek azok az emberek, akikről a portré készül. És igazából a barokk csendéletek, amelyeken hangszerek vannak, üvegtárgyak, koponya, könyv, ez az amaz, a feleségem sugallta, amikor egy barokk itáliai festészeti gyűjteményt néztünk meg a Szép Művészeti Múzeumban valamikor 2014-ben. Ő mondta, hogy fessek ilyeneket a féle új gyakorlatoknak gyanánt, hogy karban tartsam a festészeti tudásomat, és akkor elkezdtem csendéleteket is festeni. Egyik számára nagyon kedves képén lányának is ott vannak az ecsetvonásai. Ezt a leányom festette ide 12 évesen. Mondtam neki, hogy másolja le a saját négy éves korában festett képét ide olajjal. Tehát adtam neki palettát, meg ecsetet, ide másoltatott ezt a részt, ebből a képből ő csinálta. A Bükösdi féle csendéletnek nincs direkt úgy üzenete, mint az ilyen témájú képeknek, de mégis, ha megállunk előttük, elgondolkodható valamennyi. Szívesen látnák sokan nappaliukban is ezeket a képeket. Így a festészet kedvelői már nagyon várják a tanár úr következő, feltehetően ismét Bonyhádi kiállítását. Van egy újabb sorozat a fejemben, ami valószínűleg más nyelvezetű lesz, mint az itt látható képek. Még én sem tudom, hogy milyen. Létünk a barokkorból? Igen, tehát igen, valami más szeretnék csinálni, csak még nem tudom, hogy hogyan. Tehát ez nekem is talányos, és hogyha az összejön, meg lesznek frissebb munkák, akkor biztos leszek benne, hogy keresni fogom az alkalmat arra, hogy azok láthatóak legyenek. A Bonyhádi Vasas asztali tenisz csapata sorrendben a második MB2-es évében nem csak középcsapat akar lenni, hanem itt a lehető legjobb helyezést elérni. Jó úton halad errefelé a csapat, a Gyenesdiást Vártnál is magabiztosabban győzték le hazai környezetben. Nem a biztos bentmaradás, hanem a középmezőny élére kerülés már a célja a Bonyhádi Vasas asztali teniszezőinek az MB2-ben. Ebből a szempontból fontos hazai mérkőzés következett a Balaton északi partjának évek óta meglehetősen stabil, egységes csapata a Gyenesdiás ellen. A pillanatnyilag hatodik Bonyhád a várakozást felülmúló negyedik-ötödik hely megszerzésére pályázik az MB2-ben ebben a szezonban. Ha ma sikerül nyernünk, akkor úgy gondolom, hogy reális a negyedik-ötödik hely megcélozása. Sajnos a dobogó az már nem tűnik elérhetőnek, az sok szerencse keresztbeverések kellenének, de a mai mérkőzés megvan, akkor azt gondolom, hogy a stabil középcsapat leszünk ebben a bajnokságban is. Már tavaly újoncként stabilizálta helyét a Bonyhádi Vasas az MB2-ben.
a majnok csapatot meg tudtuk verni, tehát valamennyi dobogós csapattól szereztünk pontot, kettőt meg is vertünk. Hazai pályán talán egyet negyvereségünk volt a tavalyi évben, és idén is egy kiemelkedően erős csapattól kaptunk csak igazából idehaza. Melyik volt az? A High Life Esse, ahol valamikori válogatott szintű játékosok játszanak. Most a Braun Évát mondhatom, aki talán Szekszárdon is nagyon sokszor megfordult. Az ő férje Varga Zoltán válogatott, gyermekük, tehát csupa volt extraligás NB1-es játékos. A meccs jól indult Bonyhádi szempontból, a páros megnyerésével 3-1 volt a Bonyhádnak jó egy óra elteltével. Ám akik ebéd után érkeztek, mert ez is szurkolói szokás Bonyhádon az asztali teniszben, már azt láthatták az eredményjelzőn, Bonyhád Gyenes Diás 5-4. A következő másfél óra már egyértelműen a bonyhádi vasasé volt. Zsinorban 5 partit nyertek a piroskékek, akik meg tudták állítani a Gyenes Diásiak legjobbját a magyar asztali tenisz hőskorszakában, Jónyerék Kampárék idejében a top 15-be tartozó Benákot, aki egyébként közel a 70-hez is, még NB2-es szint. Is kiváló. A bonyhádi Rozina Gábor azonban legyőzte őt. Ez a győzelem szükséges, de nem elégséges feltétele volt annak, hogy eldőljön a meccs idő előtt, 10-5 legyen előbb, aztán 14-4 a vége. A bonyhádi csapatból mindenki tudását hozva remekelt. Ezért is született a vártnál fölényesebb győzelem. Amíg az ellenfélnél egy veterán, addig a Bonyhádnál az újonc kategóriába Magyarország legnagyobb tehetsége, a friss országos bajnok Kizakis Nikosz repítette a csapatot, 4 egyéni győzelemmel és a páros sikernek is részese volt. Nikosznak nagyon kellenek az NB2-ben a felnőtt meccsek, és korosztályában sokszor feljebb is, nincs hozzá méltó a fejlődését szolgáló ellenfél. Neki 10-20 centire, ha hátra megy az asztaltól, az neki már nagyon-nagyon sokat számít, és neki asztal közelből kell megoldani ezeket a játékos elemeket, jó szervával, asztal közeli gyors fanákkal is, és gyors tenyeressel. Én elmondtam neki, hogy az NB2 az nagyon jó felvezetés, mert tulajdonképpen itt, ha oda teszi magát igazán, és mindenkit úgy próbál megverni, hogy elmondom neki, hogy tiszteletből játszon, és mindenkit annyira veri meg, amennyire tudja, akkor ez neki nagyon-nagyon-nagyon jó edzés, és nagyon jó fejlődés ez az NB2. Az újonc bajnokság döntőjében egy másik hazai nagy tehetség ellen mondhatni nehezebb dolga volt Nikosznak, mint az NB2-es bajnokin, aki már az összesített magyar serdülő ranglistán is második. Lej Balázs volt a döntő ellenfelem, és ő nagyon erős, végig oda kellett figyelni, és nagyon szorosan, de meg tudtam várni. Szerintem abban tudtam nyerni, hogy nagyon ott voltam fejbe, és hogy nem tudott kizökkenteni. Mint ahogy a többi bonyhádi játékos sem tudták kizökkenteni a Gyenes Diási asztali teniszezők. Rozina Gábor 3 győzelmet tett be a közösbe, 2 győzelemmel járult hozzá a sikerhez Tóth Zsolt, és 2 győzelmet ért el Teleki Attila is. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!